Jöbiki Balázsnak a Waberer szemerei és a Waberer International-nak a Targonca Flotta Managere. 350-400 gépnek a menedzselése tartozik hozzám. Ugye volt egy alapvető üzleti igényünk, van 350 targoncánk, aminek a legnagyobb problémája az, hogy ez mind van 4 telephelyen, és mind 14 különböző raktárban. És ez baromira megnehezíti azt, hogy ezt valaki egyben kezelje és egyben átlássa. Ráadásul mindegyik különböző típusok, különböző gyártótól, tehát egy nagyon-nagyon heterogén flotta, annak ellenére, hogy voltak törekvések, hogy ezt próbáljuk meg standardizálni. És volt olyan gyártó, aminek ez volt jó, volt a másiknak, aminek az volt a jó, de úgy mégsem volt egy kép, és ez így gyakorlatilag kezelhetetlenné tette az egészet. Ugye mi veletek, meg a Pozival dolgoztunk egy másik projekten is, egy ilyen közelső detektáláson. Igen. És talán ott merült fel az, hogy van egyébként egy ilyen megoldás is. Ez egy ilyen nagyon nagy csomag, amit ti is, meg a Pozi is nyújt, és akkor megpróbáltuk megkeresni azt, amire nekünk szükségünk van ebből. Ennek tesztelésre indultunk a pályottal tavaly, évelején talán. És 5 gépre felraktuk az eszközöket, tele kísérleti jelleggel, és akkor beindult. Nagyjából 2 hét alatt leprogramozták a fiúk azokat az igényeket, amiket szerettünk volna, és akkor ez így gyakorlatilag egy tök meggyőző bizonyító erő volt, hogy ez azt tudja, amit akarunk, és végre tényleg azt látjuk. Sajnos ugye megint az 5 gépből nem lehet kiindulni, tehát messze menő közösségeket nem lehet levonni, de az látszott, hogyha ez sok gépen fent lesz, akkor ez működni fog és jó lesz. Minden géphez tartozik egy csomó jellemző, milyen raktárban van, milyen típus, stb. És ez alapján különböző szűrések mentén azt tudjuk megnézni, hogy raktáranként, telephelyenként hány gép dolgozik egyszerre, milyen idők a legjobban kihasználtak. És erre például már látunk is számokat, még ennek a kevés gépnél is, hogy mondjuk az egyik raktárban, fent van, ott mondjuk a délután 2 és 3 óra között a legsűrűbb a nap. Tehát itt egy nagyon szépen idődiagram kirajzolódik, és az összes gépen rajta lesz, és az összes raktárban, akkor látni fogjuk, hogy hogyan osztanak el ezek a csúcsidők, hány gép az, amit ténylegesen egy időben van használva, mert ebből tudunk arra következtetni, hogy sok van, vagy kevés van, tehát hogy hogyan lehet úgy átszervezni a gépparkot, hogy ezek a csúcsidők így kisimuljanak, és ne kelljen úgy mondjuk ennyi gépet használni, hanem mondjuk bizonyos raktárak között ezt meg lehet osztani, vagy hogyan lehet folyamatokat úgy szervezni, hogy kevesebb gép is elég legyen.